Ma a pünkösd vasárnap van. A keresztények világszerte mindenütt ezen a napon megemlékeznek arról a történelmi jelentőségű eseményről, hogy körülbelül 2000 évvel ezelőtt pünköstkor Jeruzsálemben először töltetett ki a Szent Szellem Isten, szállt rá Jézusnak a követőire, és amikor ez megtörtént, akkor olyan mennyei erőtérbe kerültek, annyira megteltek Istennek az erejével, hogy többé semmi sem volt, ami visszatarthatta volna őket attól, hogy a küldetésüket teljesítsék. Tulajdonképpen a Szent Szellem eljövetelének ez volt a fő célja, hogy képessé tegye Krisztus követőit arra, hogy a küldetésüket betöltsék. Mi volt a küldetésük? A küldetésük az volt, hogy Jézus Krisztus örömhírét, az ő megváltásáról szóló üzenetet juttassák el a Földön lehetőleg minden embernek, hogy az emberek megismerjék őt, higgyenek benne, és ő általa megszabaduljanak. Az Úr Jézus egy alkalommal a következőt mondta a tanítványainak, a János Evangélium a 16. fejezetében, 12. verstől olvassuk. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Figyeljétek csak meg, hogy Jézus ígérete szerint mi az, amit a Szent Szellem Isten tenni fog, amikor eljön ebbe a világba. Többek között azt mondja Jézus, hogy ő engem fog dicsőíteni. A Szent Szellem jelenlétének, pünkösdi eljövetelének a legfőbb célja az volt, hogy Jézus Krisztus személyét állítsa a középpontba, emelje fel, és szerezzen neki elismerést, tisztességet az emberek között. Mert Jézus Krisztusra van szüksége minden embernek. Úgyhogy, mivel a Szent Szellem ezért jött el pünköstkor, ezért úgy döntöttem, hogy ezen a mai pünkösdi vasárnapon én is Jézus Krisztus személyét fogom a középpontba állítani, őt fogom felemelni előttetek, és neki szeretnék tiszteletet szerezni. Ugyanis rendkívül fontos, hogy Jézust megismerje minden ember. Akár itt vagy a helyszínen most, vagy a videón nézed ezt az üzenetet. Szeretném elmondani neked, hogy a legfontosabb az életben, hogy megismerd Jézust. Mégpedig úgy ismerd meg Jézust, amilyen ő, és annak ismerd meg, aki ő. Miért annyira fontos Jézust megismernünk? Azért, mert ahogyan ő imádkozta az atyának, a János Evangélium a 17. fejezete 3. versében, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Látjátok, mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy az örök élet ő rajta keresztül kapható meg. Az örök élet abban van, hogy megismered Istent, és megismered Jézust. Istent egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehetséges megismerni. A János Evangélium a 14. rész 6. versében azt mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ha vágysz Istenre, kapcsolatba kerülni vele, akkor tudnod kell, hogy egyetlen út van ő hozzá, a názareti Jézus Krisztus. Nincs más út, sem más vallás, sem más guru, sem más technika, sem más filozófia. Egyedül egy személy vezethet el bennünket Istenhez, a názareti Jézus Krisztus. Péter és János a kereszténység hajnalán egy alkalommal, amikor a vallási vezetés, a nagy tanács elé idézték őket, hogy felelősségre vonják az evangélium hirdetése miatt, akkor a következőt mondták apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. rész 12. versében, mert nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk, egyedül Jézus neve. Szóval, kedves barátaim, minden embernek meg kell ismernie Jézust. Neked is meg kell ismerned Jézust, mert csak ő benne van az örök élet, mert csak ő általa juthatsz az Atyához, mert csak ő tud üdvözíteni, azaz megszabadítani a bűneidből és annak a következményeiből, hogy örök életed legyen. Ezért annyira fontos, hogy megismerje minden ember Jézust. Egy alkalommal
Amikor Jézus Cézárea Filippi területén járt, akkor a tanítványaival elbeszélgetett arról, hogy hogyan is ismerik őt az emberek. Ez a szakasz a Máté 16-13-tól van megírva a Bibliában, hallgassátok, a következő történt. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük. Hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Van néhány figyelemre méltó tanulsága ennek a beszélgetésnek, ennek a szakasznak. Az első, hogy Jézus személye már akkor is, amikor a földön járt, széles körben ismert volt. Nagyon sok ember hallott Jézusról, és nagyon sok emberben kialakult egy vélemény Jézussal kapcsolatban. Hiszen, amikor Jézus megkérdezte, hogy mit mondanak rólam az emberek, és kinek tartanak engem, akkor a tanítványai arról számoltak be, hogy nagyon sok embernek van véleménye rólad. És némelyik ezt mondja, némelyik meg mást mond. Egy másik tanulság, hogy ezeknek a véleményeknek azonban a jelentős része nem egyezett a valósággal. Volt egy véleményük az embereknek Jézusról, de az ő véleményük az nem fette a valóságot, vagy csak a felszínre koncentrált. Egy harmadik tanulság, hogy sok ember véleménye Jézusról csak a hallomáson alapult, illetve egy felszínes szemlélődésen. Hallottak valamit Jézusról, messziről látták, talán időnként a közelébe kerültek, és mindezen felszínes ismeretek, élmények, impulzusok alapján kialakítottak maguknak egy véleményt Jézusról. Ezek a vélemények azonban nem feleltek meg a valóságnak, és nem a lényeget ragadták meg. Egy következő tanulsága ennek a történetnek, ami Péter esetéből látszik, hogy Jézust másmilyen módon is meg lehet ismerni. Péter, amit kimondott Jézussal kapcsolatosan, arra Jézus azt reagálta, hogy ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis meg lehet ismerni Jézust természet fölötti módon is, isteni kinyilatkoztatásból. És egy ötödik tanulsága ennek a párbeszédnek, hogyha valaki így ismeri meg Jézust, tehát nem emberi elbeszélések, hanem isteni kinyilatkoztatás alapján, akkor ez az ismeretség Jézussal meg fogja változtatni az életét, és győztessé fogja tenni őt. Azért olvastam föl ezt a szakaszt, mert ma ugyanez a helyzet. Itt Magyarországon egy olyan kultúrában élünk, ahol mindenki hallott Jézusról. El tudjátok képzelni, hogy Magyarországon van olyan ember, és itt most a felnőtt emberekről beszélek, aki soha ne hallotta volna Jézus nevét? Biztos vagyok benne, hogy mindenki hallotta Jézus nevét. És mivel mindenki hallott egymást Jézusról, ezért mindenkiben kialakult valamilyen vélemény, hogy ki is ez a Jézus. És nagyon sokféle vélemény van. Azonban az is igaz, hogy ha valaki csak mások elbeszéléséből, csak felszínesen, csak messziről, csak érintőlegesen kapott információkat Jézusról, akkor az az elképzelés, az a vélemény, ami ő benne Jézussal kapcsolatosan kialakult, az nem egyezik a valósággal, az nem a lényeget ragadja meg, hanem csak a felszínt. És ezért van az, kedves barátaim, hogy bár Magyarországon rengeteg ember hallott Jézusról, rengeteg embernek van véleménye Jézusról, mégis rengeteg ember életét ez nem változtatta meg. Miért? Azért, mert a Jézussal kapcsolatos véleményüket nem kinyilatkoztatástól kapták, nem természetfölötti módon Istentől jött létre a szívükben, hanem csak emberi elbeszélésekből, csak felszínes impulzusok alapján.
És ezért nem győztesek, és ezért nem változott meg az életük. És rengeteg olyan ember van, aki magát kereszténynek vallja, aki valamilyen vallásos szervezethez, egyházhoz, felekezethez tartozik, még sincs jelen az életében az a győzelem, amelyet Jézus Krisztus pedig elhozott ebbe a világba. Miért? Mert nem úgy ismeri Jézust, ahogyan kellene ismerni, amilyen Jézus valójában. Úgyhogy ez az oka annak, hogy meg kell ismernünk Jézust. Talán nem emlékeztek, néhány héttel ezelőtt az üzenetemnek az volt a címe, hogy a virtuális Jézus. És beszéltem arról, hogy mit is jelent ez. Egy virtuális világban élünk, ahol nagyon sok eszköz áll a rendelkezésünkre, hogy egy mesterséges valósággal vegyük körül magunkat. A virtualitásnak ez a lényege, hogy illúziókat építünk magunk körül, amely nagyon élethű, amely nagyon hasonlít a valóságra. Egy baja van neki, hogy nem valóság. És sok ember ugyanígy van Jézussal. Felépít magában Jézusról egy ismeretet, talán még imádkozik is hozzá, még valamiféle kapcsolatot is ápol az ő Jézusával, de ez az ő Jézusa egy virtuális Jézus. Csak egy illúzió, csak egy képzelt valóság, ami nem természet fölötti Istentől jövő ismeretségen alapul, hanem egyszerűen csak emberi elképzeléseken és impulzusokon. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mi a valóságos Jézust ismerjük meg. A kérdés, hogy melyiket ismered, mivel azon az alkalmon nem tudtam befejezni ezt az üzenetet, úgy döntöttem, hogy ma Jézus Krisztusról fogok beszélni. Szóval, hogyan ismerhetjük meg a valódi Jézust? Talán erről is emlékeztek, hogy ahhoz, hogy a valódi Jézust ismerjük meg, először is meg kell ismernünk a kinyilatkoztatást, amit Isten a kezünkbe adott a Bibliában. A négy evangélium Jézusról szól. Az új szövetség Jézusról szól. Az ószövetségi proféciák és különböző események Jézusra mutatnak előre. A Biblia központi személye, központi témája Jézus Krisztus. Hogy ki ő, hogy mit tett, hogy mi valósult meg ő benne, és hogyha mi Jézust, a valódi Jézust akarjuk megismerni, akkor a kinyilatkoztatáshoz kell fordulnunk. Amikor egy ember olvassa a Szentírás kinyilatkoztatását Jézusról, vagy hallgatja a Szentírás kinyilatkoztatását Jézusról, akkor a Szent Szellem hozzászegődik, és a szívében kijelenti számára őt. Így lehet Jézust megismerni. Tehát három eszköze van Jézus valódi megismerésének. Az első a Szentírás. A második a Szent Szellem közreműködése. A harmadik pedig ebből a kettőből kialakuló személyes kijelentés. Akkor lesz személyes kapcsolatod Jézussal. Akkor fogod megismerni a valódi Jézust, hogyha a Szentírás alapján a Szent Szellem kijelenti neked, hogy kicsoda ő, és belép az életedbe. Ilyen módon Jézussal egy személyes kapcsolat alakítható ki. A mai alkalommal szeretnék nektek elmondani 12 tényt, bemutatni nektek 12 tényt Jézus személyéről. Olyan tények lesznek ezek, amelyeket a Biblia kijelent számunkra. És azért fogom elmondani, mert ezen keresztül szeretném Jézus személyét felemelni előttetek, és szeretnék lehetőséget adni Isten szellemének arra, hogy ezt a Jézust kijelentse a számotokra, a számunkra. Ha már ismered Jézust, már találkoztál vele, akkor hiszem, hogy ezek meg fognak erősíteni téged. Ha még nem ismered őt, és nem találkoztál vele, akkor hiszem, hogy ezen keresztül Istennek a szelleme be fogja őt neked mutatni úgy, ahogy ő van, hogy kapcsolatba kerülhess vele. Az első tény Jézus személyével kapcsolatosan, hogy ő történelmi személy. Sokáig volt az a vélemény és nézet, hogy Jézus csak egy misztikus alak, valójában nem is élt, hanem valamiféle képzeletnek a szüleménye, valamiféle erkölcsiségnek a megszemélyesítése, azonban ez a vélemény nem igaz. A názareti Jézus konkrét történelmi személy. Ugyanúgy, ahogyan Augustus császár, vagy Napóleon, vagy Petőfi Sándor, vagy te magad, Jézus is
valóságos történelmi személy. A Biblia világosan beszél erről. Beszél arról, hogy ki volt az anyja, ki volt a nevelőapja, beszél arról, hogy melyik időben született, abban az időben, amikor a Római Birodalomban Augustus volt a császár, beszél arról, hogy hol nevelkedett föl, Názáret városában élt, le van írva a Bibliában a családfája az édesanyjának, le van írva a családfája a nevelőapjának, Józsefnek, le vannak írva a konkrét történelmi viszonyok, le van írva, hogy ki volt a római helytartó, amikor őt elfogták, elítélték és kivégezték, kik voltak a zsidóságnak a vallási vezetői. Jézus történelmi személy. A négy evangélium, ami a Bibliában található, elsősorban nem, alapvetően nem filozófikus mű, nem vallás filozófiai mű, hanem a négy evangélium, ami Bibliában szerepel, történeti leírás, dokumentáció. Arról szól, hogy kicsoda volt a názareti Jézus, hogy mikor élt, hogy mit tett, hogy mi történt vele, és hogy ennek milyen következményei lettek. Sokan nem tudják, de Biblián kívüli történeti források is említést tesznek Jézusról. Az első évszázadok római történetírói és más írói említést tesznek Jézusról, beszélnek Jézusról. Tacitus, aki az első század második felében, második század első évtizedeiben élt, ír Jézusról. Más történetírók írnak Jézusról. Az, hogy Jézus történelmi személy volt, ma már senki nem vonja kétségbe. Ez az első, amit szeretnék neked mondani, hogy Jézus nem egy elképzelt figura, hanem ő egy valóságos történelmi személy, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt ezen a földön. A második tény Jézus személyével kapcsolatosan, ami talán a legfontosabb, hogy ő a testet öltött Isten. Ez azt jelenti, hogy ő nem akkor kezdett el létezni, amikor megszületett. Amikor megszületett, akkor csak emberi testet öltött, amikor erre a földre született. Amikor Betlehemben Márián keresztül a világra jött, akkor csak felvette az emberi természetet, mint ember született meg, de azt megelőzően öröktől fogva létezett Istenként, az Atyával egyként. Amikor megszületett Jézus, az a történelmi személy, természet fölötti jelenségek kísérték az ő születését. Angyal jött, hogy jelezze a leendő édesanyjának, hogy mi fog történni. Angyal jött, hogy jelezze a leendő nevelőapjának, hogy mi fog történni. Azt mondta az angyal, hogy természet fölötti módon fog majd fogadni ez a gyermek. Nem férfitől, hanem a Szent Szellem ereje által. És így is történt. Máriában, amikor megfogant ez a gyermek, amikor megtermékenyült a petesejt, az nem egy férfinek a hímivar sejtje miatt történt, hanem a Szent Szellem ereje által. És ilyen módon az Isten öltött testet ebben a gyermekben. Amikor Betlehemben megszületett azon az éjszakán, szintén angyalok jöttek. A Betlehem környéki pásztorok látták az égi jelenést, látták azt, hogy angyalok seregei jelentek meg, és hangosan énekeltek, és teljesen kész voltak. Ez az élmény felvillanyozta őket, és mindenkinek elmondták, hogy mi történt, és az angyalok jelezték, hogy aki most született, ő a világnak az üdvözítője. Égi jelenség volt, feltűnt egy csillag keleten, amit láttak ezek a mágusok, és azt követve találták meg később a gyermeket. Tehát amikor ez a történelmi személy megszületett, természet fölötti jelenségek kísérték, vették körül az ő születését, maga a születése is természet fölötti volt. Azután, ahogy Jézus cseperedett, azt állította magáról, hogy ő Isten. Azt mondta, hogy a mennyből szálltam alá. Egy alkalommal, amikor a vallásos vezetőkkel vitaszkozott, akkor azt mondta, hogy Ábrahám örült, hogy látja az én napomat. És amikor kérdezték, hogy te még 50 évesen vagy, hogy mondhatod azt, hogy láttad Ábrahámot? És azt mondta Jézus, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Azt mondta magáról, hogy nagyobb van itt a templomnál. Egy zsidó ember számára a templom volt a non plus ultra, az Isten földi trónszéke. És amikor valaki egy emberként azt mondta, hogy nagyobb van itt a templomnál, akkor ezzel azt állította, hogy ő az Isten. Egy másik alkalommal, amikor Jézus meggyógyított egy bénát szombatnapon, amikor pedig a törvény szerint nem szabadott volna dolgozni, akkor felelősségre vonták, és Jézus azt mondta, hogy az emberfia a szombatnak is az ura. Micsoda? A 10 parancsolatban meg van írva, hogy tartsd meg a nyugalom napot, és Isten adta nekünk a 10 parancsolatot. Te ura vagy a 10 parancsolatnak?
Jézus teljesen konzekvensen, mindvégig úgy beszélt magáról, hogy ő az Isten. Egy alkalommal azt mondta, aki engem lát, látja az atyát, mert én és az atya egy vagyunk. Tehát Jézus önmagáról is azt állította, hogy ő Istennek a fia. Amikor végül bíróság elé állították és kivégezték, ez volt a legfőbb vád ellene, hogy Istenné teszi magát. Amikor Jézus a nagy tanács előtt állt, megkérdezte tőlük, vajon a sok jó cselekedetem közül, amit tettem, melyik miatt ítéltek el engem? Erre azt válaszolták, nem a jó cselekedeteid miatt ítélünk el téged, hanem azért, mert emberlétedre Istenné teszed magadat. És ez volt a fő vád, ezért írták fel a keresztre azt, hogy az Isten fia. Jézus teljesen egyértelműen a körülötte lévő emberek számára világosan, érthetően kijelentette, hogy én vagyok a testet öltött Isten. És ezt támasztatták alá a csodák, amiket tett. Olyan csodákat tett, amilyet ember nem tud tenni. És itt nem csak a betegek gyógyításáról beszélek, és nem csak a démonok kiűzéséről, hanem parancsolta a viharnak, feltámasztotta a halottakat, megsokasította a kenyeret. Tehát ezek a természet fölötti jelek és csodák mind azt igazolták, hogy ő valóságos Isten. Maga az atya szólt a mennyből, amikor Jézus bemerítkezett. Később a megdicsőülés helyén, a hegyén, amikor meglátogatta őt Illés és Mózes, akkor az atya szólt és azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam. És végül, amikor a názareti Jézus feltámadt a halálból egy ilyen brutális keresztrefeszítés kivégzés után, azt írta erről a Biblia, hogy ez volt a végső bizonyíték arra, hogy ő valóban Isten. Kedves barátaim, szeretném, ha tudnátok, hogy a názareti Jézus, ez a konkrét történelmi személy, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt a Földön, ő valóságos Isten. Öröktől fogva van, mindörökké létezik. Ő nem angyal, ő nem teremtmény, hanem ő maga Isten. A Biblia azt írja, a János evangéliuma első rész, első, második és 14. versében. Kezdetben volt az ige nagybetűvel van írva, ő Jézus. Tehát ő a fiú. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tudjátok, barátaim, mi a 14. versnél kapcsolódtunk be az eseményekbe. Amikor az ige testé lett, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét, de ami azelőtt volt, azt nem láttuk. Azt csak ő jelentette ki számunkra. És az első, második vers azt jelenti ki, hogy mielőtt ő testé lett, azelőtt mi volt. Azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, tehát mikor is bármi teremtetett, az ige, a fiú már akkor volt. Azt mondja, hogy Istennél volt, és Isten volt. Manapság elterjedt az a nézet, sajnos keresztény körökben is hallottam, hogy a názareti Jézus nem valóságos Isten. Ő csak átlényegült az élete egy pontján, vagy soha nem volt az. Szeretném elmondani, hogy ez tévtanítás. Ez nem a Bibliára alapul. Ugyanis a Szentírás kinyilatkoztatása teljesen egyértelmű a tekintetben, hogy a fiú mindörökké, örökké való Isten, aki amikor megszületett emberként, akkor csak emberi testet öltött. A Kolossé levél első fejezet 15. versétől azt írja a Biblia. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Tehát a láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény közül. Ezt néha félreértelmezik, és azt mondják, lám-lám, hát ő az első a teremtmények közül. Tehát teremtmény. De a Biblia nem azt mondja, hogy teremtmény, hanem azt mondja, hogy ő az elsőszülött minden teremtmény között. A Károli fordítás kicsit jobban fordítja. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Minden teremtménynek előtte született. A fiú az atyával egyként, az atyában létezett öröktől fogva. De mielőtt az atya bármit megteremtett volna, akár a mennyben, akár a földön, akár angyalokat, akár földi dolgokat, az atyából kilépett a fiú. Az atyából megszületett a fiú. Önálló személyként, de az atyától továbbra is elválaszthatatlanul, vele tökéletes egységben. Megszületett a fiú. Ezért nevezi a Biblia a fiút egyszülöttnek és elsőszülöttnek. Ez a két elnevezés szerepel a Bibliában, hogy egyszülött és hogy elsőszülött. Az egyszülött azt jelenti, hogy csak egy van belőle. Ha neked egyszülött fiad van, Katinak egyszülött fia van, az azt jelenti, hogy nincs neki több.
Ő az első, és ő az egyetlen. A fiúról azt jelenti ki az ige, hogy ő az első, és ő az egyetlen. Senki más nincs olyan a mindenségben, mint ő. Az angyalok teremtett lények. A fiú nem teremtett lény, hanem ő örökkévaló Isten. Mert benne teremtetett azt követően minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, és ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, és a teljesség nagybetűvel van írva, az Atya Istent jelenti, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék testileg. És ő általa békéltessen meg magával mindeneket a mennyen és a földön. A Római Levél 9. fejezet 5. verse azt írja, akiké az atyák, ugye a zsidóságról beszél, akiké az atyák és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felette örökké áldandó Isten. Mit mond Krisztusról? Hogy mindenek felette örökké áldandó Isten. Nem áldandó angyal, nem áldandó teremtmény, nem áldandó ember, hanem örökké áldandó Isten, áldandó Isten. Mindenek felett áldandó Isten. A zsidókhoz írt levél első fejezetét szeretném felolvasni nektek, amely Jézusról nagyon fontos kijelentéseket tartalmaz. Az egyszerű fordításból olvasom. Régen a proféták által beszélt Isten az őseinkkel. Sokszor és sokféleképpen szólt hozzájuk, de most ezekben az utolsó napokban a saját fián keresztül szólt hozzánk. Tehát a saját fián keresztül szólt hozzánk. Fiú által teremtette Isten a világot, és mindent neki adott örökségül. Tehát a fiú által teremtette Isten az egész világot, és neki adta az egészet örökségül. A fiú az Isten dicsőségének kisugárzása, és benne mutatkozik meg igazán, hogy Isten kicsoda és milyen. És az atya egyébként láthatatlan. Isten láthatatlan, de a fiún keresztül felfoghatóvá válik az ember számára is. Hatalmas szavával a fiú tartja össze és irányítja az egész világ mindenséget. Figyelj csak, mit mond a Biblia erről a fiúról, aki a názáreti Jézusban jött el közénk, hogy hatalmas szavával ő tartja össze és irányítja az egész világ mindenséget. Ő az, aki az embereket megtisztította bűneiktől, azután a felséges Isten jobb oldalára ült a mennyben. Isten a fiának sokkal nagyobb rangot és hatalmat adott, mint az angyaloknak. Ezért a fiú maga is sokkal hatalmasabb az angyaloknál. Tehát ne keverjük össze, a fiú nem angyal, hanem a fiú az angyalok fölött áll, mert ő az egyedüli fiú. És nézzétek, hogy utána mit ír a Biblia az angyalokról és a fiúról. Isten soha egyetlen angyalnak sem mondott ilyet, te vagy a fiam, ma lettem az édesapád. Tehát a fiú nem angyal. Vagy ezt, apja leszek, ő meg a fiam lesz. Viszont amikor Isten elsőszülött fiát behozza, bevezeti ebbe a világba, így szól róla, imádva boruljanak a fiú elő Isten összes angyalai. Tudjátok, hogy ki az, akit imádni lehet egyedül a mindenségben? Istent. Lehet imádni egy angyalt? Nem lehet. A Jelenések könyvében le van írva, hogy amikor ott a mennyei elragadtatásban az angyal mondott valamit Jánosnak, akkor János annyira megérintődött, hogy le akart borulni, hogy imádja őt. És akkor azt mondja neki az angyal, hogy ne tegyél ilyet, mert hozzád hasonló, én a te szolgatársad vagyok, ne imádj engem. Egyedül egy személy van, akit a mindenségben imádni lehet, ez pedig az Isten. És mit mond a Biblia az angyalokról? Hogy amikor bevezeti a fiút a világba, akkor imádva boruljanak a fiú elé Isten összes angyalai. A fiú Isten. Az angyalokról ezt mondja Isten. Angyalait szelekké teszi, szolgáit pedig tűz lángjává. Tehát az angyalok szolgák. A fiú pedig az atyának a kisugárzása. De a fiúról így beszél. Trónod, ó Isten, örökre megmarad. Mit mond a fiúról? Trónod, ó Isten, örökre megmarad. Akkor Isten a fiú? Igen, Isten a fiú. Igazságos ítéletek által uralkodsz a királyságodban. Mindig az igazságot szeretted, és gyűlölted a gonoszt. Ezért öntötte Isten a te Istened az örömolaját fejedre, és emelt a társaid fölé. Ezt is a fiúról mondja Isten.
Kezdetben te alapoztad meg a földet, Uram, és a menny is a kezed munkája. Azok el fognak tűnni, de te örökre megmaradsz. Azok elhasználódnak, ahogy a ruhák elkopnak, és összehajtod őket, mint a köppenyt. Újakra fogod őket cserélni, mint az elkopott ruhákat, de te mindig ugyanaz maradsz, életed évei sohasem érnek véget. Isten sohasem mondta ezt egyik angyalnak sem. Ülj mellém a jobb oldalamra, amíg ellenségeidet hatalmad alá kényszerítem. Az angyalok mindannyian szellemek, akik Istent szolgálják. Isten küldi őket, hogy segítsenek azoknak, akik meg fognak menekülni. Ezt azért tartottam fontosnak hangsúlyozni, mert vannak olyan vallásos irányzatok, olyan tanok, melyek szerint Jézus egy angyal, és soha nem volt Isten. Csak az angyalok közül emelte ki őt az Atya. De ez nem igaz. Jézus a testet öltött Isten, az örökké való fiú, öröktől fogva létezik az Atyában, és minden teremtmény előtt az Atyából született. Azt követően ő benne, ő általa is, ő ránézve teremtetett minden a mennyen és a földön. Ő mindennek a célja, ő mindennek az értelme, ő érte van minden. És ez az örökké való fiú Isten öltött testet akkor, amikor 2000 évvel ezelőtt megszületett ott Betlehemben a názáreti Jézus. És onnantól kezdve a teljesség testileg ebben a történelmi szemében itt lakott közöttünk. Az örökké való fiú Isten. A Kolossé 2.9 azt írja, mert ő benne, vagyis Jézusban lakik az Istenség egész teljessége testileg. A Filippi 2.6.7 Krisztus himnusznak az eleje azt írja, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Jézus nem csak valóságos Isten volt, hanem valóságos ember is. Ezért írtam azt, hogy ő a testet öltött Isten. Kedves barátaim, ez korszakalkotó. Kedves barátaim, ha ez így van, már pedig így van, akkor ez egy fantasztikus dolog. Hogy az az örökké való Isten, aki teremtette ezt az egész mindenséget, és aki fenntartja, az bejött az emberi világba. Emberré lett, olyan emberré, mint mi vagyunk. Azért, hogy az Istennek a jelenlétét, közelségét ismét elhozza hozzánk. És számunkra ez óriási lehetőséget nyitott. Menjünk tovább, a többit egy picit rövidebben fogom elmondani, remélhetőleg ez egy picit fontos volt, nagyon fontos volt. A harmadik dolog, a harmadik tény Jézus személyével kapcsolatosan, hogy ő tökéletes ember. Ő az egyedüli ember, aki úgy tudta végigélni a földi pályafutását, hogy soha nem vétkezett. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem támadták. Ez nem jelenti azt, hogy soha nem kötöttek bele. Ez nem jelenti azt, hogy soha nem mondta róla senki, hogy vétkezett. De igen, mondták. De az igazság az, hogy ő soha nem vétkezett. Mert soha nem szegte meg az Isten törvényeit. Tudjátok, hogy minden emberi rend fölött ott áll az Isten törvénye. És az a legfontosabb. És a názáreti Jézus, ez a testet öltött fiú, úgy volt képes végigélni a földi életét, hogy bár mindenben kísértést szenvedett hozzánk hasonlóan, soha nem szegte meg az Isten törvényeit. Ő az egyedüli, aki ezt képes volt megtenni. Ő a tökéletes ember. Amikor a nagy tanács elé idézték, elfogadta őt a vallásos nagy tanács, hogy kivégezzék. Tudjátok, mi módon tudtak ítéletet hozni fölötte? Csak úgy, hogy hamis tanúkat hoztak. Hamis tanúkat állítottak, és azok mondták ezt, mondtak azt, de azt írja az egyik evangélium, hogy azok is ellentmondásba keveredtek. És nem tudtak olyan vádat mondani ellene, ami tényleg az ő bűneire mutatott volna rá. Úgyhogy végül egyetlen egy vád miatt ítéltek el, hogy azt mondja magáról, hogy ő Isten. Na, ebbe belekapaszkodtak. Csak történetesen ez igaz volt. Ők viszont úgy gondolták, hogy nem igaz. És emiatt ítélték el. Amikor Pilátus elé vezettették, mert ők nem végezhettek ki senkit. Emlékeztek, Pilátus mit tett? Megvizsgálta, kikérdezte. És utána kijött, és azt mondta, nem találok benne semmi bűnt. Mikor ordibáltak, akkor visszament, még egyszer elbeszélgetett vele. És végül a nagy nyomásnak engedve kiadta, hogy végezzék ki, de hozatott egy lavor vizet. Megmosta a kezeit, azt mondta, mosom kezeimet, én tiszta vagyok ennek az ártatlan embernek a vérétől. Nem találok benne bűnt. Jézus tökéletes volt. A 2 Korintus 5.21 azt írja, mert azt, aki nem ismert bűnt,
Bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nem ismert bűnt. Ő nem tudja tapasztalatból, hogy mi az a bűn. Jézus nem tudja, mi a bűntudat. Jézus nem tudja, mi a lelkiismeret furdalás. Nem tudja, hogy mi az, amikor a lelkünk szennyes a bűneink miatt. Ő nem ismerte a bűnt. Azt mondja a zsidók 4.15, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Mindenben kísértés szenvedett, ugyanúgy, mint te. Ezért meg tud indulni az erőtlenségeden, de soha nem bukott el. Ő a tökéletes ember. Negyedik tény Jézussal kapcsolatban, hogy ő az előre megígért messiás. Az ószövetségi időkben Isten emberei, a proféták, amikor átadták az aktuális üzeneteiket Izrael népe számára, akkor elkezdtek beszélni egy eljövendő felkentről. Egy olyan szeméről, aki Istentől küldött főpapja lesz az egész világnak, és aki Istentől küldött királya lesz az egész világnak. Ezért kialakult a zsidóságban a messiás váradalom. Az ószövetségi prófétai írások tele vannak messiási szakaszokkal, amelyek arról szóltak, hogy milyen lesz majd az eljövendő felkent? Mit fog ő tenni? Hogy hogyan fogja hirdetni a jó hírt? Hogy hogyan fogja majd letörni az emberek életéről a sötétségnek az igáját? Hogy hogyan fogja meggyógyítani a betegeket? A töredelmes szívőket hogyan fogja felépíteni? Hogyan fog általa Isten visszajönni az emberek közé? És ahogy teltek az évek, egyre jobban várták ezt a messiást. És amikor a názáreti Jézus elkezdte az ő szolgálatát ott a názáreti zsinagógában, akkor felolvasott egy messiási szakaszt, Ézsaiás proféta tekercséből, és azt mondta, ma teljesedett be az írás a ti fületek hallatára. Kedves barátaim, Jézus, a názáreti Jézus, az előre megígért szabadító, akit Isten küldött ennek a világnak, hogy ő legyen a mi főpapunk, aki a bűneinkből megment minket, és ő legyen a mi királyunk, aki Isten uralmát megvalósítja az életünk fölött. Jézus életében körülbelül 330 messiási profécia teljesedett be, amelyek mind meg voltak írva az Ószövetségben. A Máté evangéliumát kifejezetten ilyen nézőpontból írta a szerző. Máté evangéliumában folyton abba botlunk bele, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott, hogy megvalósuljon, ami meg van írva, és beidézi a szószövetségi proféciákat. A názáreti Jézus a megígért messiás. Az ötödik tény Jézussal kapcsolatban, hogy ő a világ megölt és feltámadt megváltója. Amikor keresztelő János látta Jézust közeledni felé, a következőt mondta róla János evangéliuma első rész 29. versében. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Szeretném, hogyha ezt megértenétek. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Mi bűnösök vagyunk. Én az vagyok. Te is az vagy. Szerintem tudod te is. Isten viszont szent. Tökéletes. A bűneink elválasztanak bennünket Istentől. Te arra lettél teremtve. Én is arra lettem teremtve, hogy Istennel közösségben éljek. Ő az életem értelme. De a bűneim elválasztanak engem Istentől. Ezért nem tudok Istennel közösségben élni. És ez minden bajomnak, boldogtalanságomnak, kudarcomnak, tévejgésemnek a fő oka. A tiédnek is. Ha Isten nélkül élsz, nem vagy Istennel közösségben, nem tudsz teljes életet élni, sőt, tévejegsz, tévúton jársz, és a pokol felé tartasz. A bűneid választanak el Istentől. Mit mondott János? Íme az Isten báránya, áldozati báránya, aki hordozza a világ bűneit. Látuk, hogy a názáreti Jézus tökéletes emberként élt ezen a földön. Soha nem kellett volna büntetést kapnia. Semmiféle ítélet nem volt megalapozott és jogszerű vele szemben. Mégis elítélték, mégis kivégezték, mégis megbüntették. A Biblia azt mondja, hogy maga Isten az Atya sújtott le rá, amikor a kereszten szenvedett. És azt mondja a Biblia, hogy nem a maga bűneiért, hanem a mi bűneinkért szenvedett. Szeretném ezt teljesen személyessé tenni. Az összes bűnöd ott volt Jézuson. Amikor ő szenvedett, akkor az Atya megbüntette őt a te bűneidért. Bűnös vagy? Vétkeztél? Elfordultál Istentől? Jézus megbűnödött minden bűnödért.
Ő átvette a te bűneidet. Nem csak úgy globálisan az egész világ bűnét, hanem személyesen a tiédet is. Ezért, hogyha te hozzájössz, ha összetörik a szíved, ha felismered, hogy elrontottad, ha felismered, hogy Isten nélkül éltél, és megbánod, és visszafordulsz hozzá, és kéred, hogy bocsásson meg neked, és fogadjon el téged, akkor Jézus áldozata miatt az Atya Isten elfogad téged, és megtisztít, mert minden bűnöd ő rajta volt. Az 1 Péter 1.18-19-ben azt írja a Biblia, nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő a hibátlan és szeplőtlen bárány, aki a mi bűreinkért szenvedett. A Jelenések könyvében, ahol János bepillantást nyer a mennybe, visszatérően nevezik a fiút az Isten bárányának. Azt írja a Biblia, ezt most nem olvasom föl, ha gondoljátok, otthon olvassátok el Jelenések könyve 5. rész 6. versétől, hogy megjelenik a bárány, miután feltámadt a mennyben, és nagy tisztelet veszi őt körül. És a mennyei lények mind hódolnak előtte. És az angyalok seregei zúgják, hogy méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen minden tisztelet, minden erő, minden hatalom, minden dicsőség. Ő az Isten báránya. Ő az, aki a mi bűneinkért szenvedett, akit megöltek, de aki feltámadt. Szeretném hangsúlyozni még Jézus személyével kapcsolatosan, hogy ő testben támadt föl. Nem szellemi formában jött ki a sírból, hanem testben támadt föl. A tanítványai a feltámadását követően találkoztak vele, megtapogathatták. A szemük láttára evett azért, hogy bizonyítsa, hogy ő nem szellem, hanem valóságos, feltámadott emberi lény. Azt mondta, hogy tapogassatok meg, gyertek, nézzétek meg, nem szellem vagyok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de nekem van. De egy megdicsőült újfajta testben támad fel, amelyel át tudott menni az zárt ajtón is. És egyszer itt, egyszer meg hirtelen amott volt. De testben támad föl. Vannak olyanok, akik azt állítják, hogy Jézus nem testben támad föl, már az első században is voltak. Ezért írja János apostol az első levelében a 4. rész 2. versétől. Az Isten szellemét erről ismeritek meg. Amelyik szellem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik szellem pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. János 2. levele, 1. rész 7. vers pedig ezt írja. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az Antikrisztus. Az Isten fia testben volt itt, testben halt meg, és testben támad föl. És testben fog majd egyszer visszatérni. A 6. igazság Jézus személyével kapcsolatban, hogy ő most is élő személy. Ő most is élő személy. Amikor beszélsz hozzá, amikor megszólítod, akkor egy élő személlyel kommunikálsz. Nem a gondolataiddal kommunikálsz. Nem magadban beszélsz. Nem csak a képzeletedben kutatsz. Ő egy valóságos élő személy. Ezt szeretném hangsúlyozni nektek, hogy ha a valódi Jézust keresitek, akkor nem a képzeletetekben kell kutatni. Akkor nem a lelketekbe kell fordulni, a belső világotokba, hanem a kinyilatkoztatás felé kell fordulni. És úgy kell látni, hogy ki ő valójában. Tehát Jézus élő személy. Jelenések könyve első fejezetben, amikor János ott a mennyben találkozik Jézussal, a következőt mondja neki a 17.-18. versben az Úr. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő, halott voltam, de íme élek, örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Azt mondja, hogy halott voltam, de élek. Ő élő személy. Óriási a különbség a kereszténység meg minden más típusú vallás között. Ugyanis a nagy világvallások alapítói meghaltak, és már csak emlékezni lehet rájuk. Buddha meghalt, Mohamed meghalt, Konfúcius meghalt, többiek mind meghaltak. Ugyanúgy meghaltak, mint Petőfi Sándor, vagy Vörös Marti Mihály, vagy Balassi Bálint, vagy valamelyik, bármelyik nagy magyar költő. És amikor az ő verseiket olvassuk, és gondolkodunk azon, hogy vajon mire gondolhatott a költő, akkor nem jut eszünkbe, hogy beszélgessünk vele. Ó, kedves Petőfi Sándor, mit mondasz nekem? Az én tervem is füstbe ment. Segíts rajtam! Nem hívhatod segítségül se egyiket, se másikat, mert nem élnek. De Jézus él. Feltámadt a halálból, és él.
Ezért, amikor te imádkozol, amikor te segítségül hívod Jézust, akkor ő hallja, és ő reagál rá, és ezért lehetséges vele személyes kapcsolatot teremteni. Hetedik tény Jézussal kapcsolatban, hogy ő a mennyben székelő király. Hol van Jézus most? Felemeltetett a mennybe. Azt írja a Márk 16:19-ben az evangélium. Az Úr Jézus pedig a feltámadását követően, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. 40 napig még itt járt ezen a földön. Már nem nyilvánosan, de zárt körben megjelent a tanítványainak. Néha egynek, kettőnek, néha 12-nek volt, hogy egyszerre 500-nak is. De amikor letelt az az időszak, akkor kihívta őket Jeruzsálem mellé egy megadott pontra, a kimenekítési pontba, mint egy akciófilmbe, és amikor ott összegyűltek, akkor ott a szemük láttára felemeltetett. És felhők takarták előtt a szemük elől. És aztán, amikor ott álltak a tanítványok az égre függesztett szemekkel, teljesen ledöbbenve, akkor angyalok jelentek meg, és azt mondták, mit álltok itt, az ég felé nézve? Ahogyan láttátok őt elmenni, úgy fog majd visszatérni. Tehát a fiú felemeltetett a mennybe, és ott van most az atya jobbján, és úgy van ott, mint megdicsőült király, élő úr. A Jelenések könyvének az első fejezetében találunk egy leírást arról, hogy Jézus milyen formában van a mennyben. Amikor János hall egy nagy hangot a háta mögül az elragadtatásban, akkor megfordul, hogy lássa, ki szólt hozzá. És akkor meglátják a szemei Jézust. Figyeljétek, hogyan írja le János Jézust a Jelenések 1:12-től. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. János egy rendkívül dicsőséges, erőteljes szemét látott. Nem egy ilyen bárgyú arcú freskót. Nem egy szomorú kő Krisztust, hanem egy élő, dicsőséges, erőteljes, királyi pompában és hatalomban lévő szemét. Ő Jézus, barátom. Ő a valóságos Jézus. És mi történik utána? Azt mondja János, amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Jézus személye olyan erőteljes, hogyha ebben a testben oda kerülnénk, egyszerűen nem bírnánk elviselni. Ő rám tette a jobbját, és így szólt, ne félj, mert én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké. És nálam van a halál és a pokol kulcsai. Jézus tehát élő személy, és a mennyben székelő király. 8. dolog, ő mindeneknek az ura. Amikor feltámadt a halálból, azt mondta Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Máté 28:18-ban. Figyeljetek ide, Jézus kezében van minden hatalom. A mennyben is, és a földön is. Filippi 2:8-11-ben ezt írja a Biblia. Amikor a földön volt, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké és földi alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, a Kyriosz, az Atya Isten dicsőségére. Tehát ővé minden hatalom. A mennyben is, és a földön is. Az Efézus 1:20-22-ben azt írja a Biblia. Isten munkálkodik közöttünk Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban is. Azt mondja a Biblia, hogy miután Jézus felemeltetett a mennybe, ővé lett minden hatalom, és ő uralkodik mindenek felett.
és minden az ő lábai alatt van. Amikor imádkozol, amikor benne hiszel, amikor ő hozzájössz, akkor nem egy kis kabalához jössz, akkor nem valamilyen elképzelt mesebeli tündérhez jössz, hanem a világmindenség urához jössz, aki minden hatalom. És te ismerheted őt, ha ismered. Te találkozhatsz vele, ha találkozol vele. És ez egy olyan kimondhatatlan lehetőség számodra, amely gyökeresen változtatja meg és formálja át az egész életedet. És egy olyan perspektívát nyit számodra, amihez nincs fogható. Azt is mondja a Biblia, hogy ő a közbenjáró főpap. Most, ahogy az Atya jobbján van, még most is velünk törődik. Akik éppen itt vagyunk, a harcoló egyház. Vannak teológusok, akik így mondják. Van a megdicsőült egyház, akik már ott vannak a mennybe, már túl vannak a harcon, és van a harcoló egyház, azok vagyunk mi. Mert itt küzdünk az elemekkel, míg oda nem érünk. De az Úr Jézus nem az van, hogy fönt a mennybe azt mondja, na jó, remélem sikerül nekik. Hanem ott van, és drukkol nekünk, sőt, közben jár az atyánál, ott van az atya mellett, és azt mondja, atyám, kérlek, segíts a Tamásnak, segíts neki, most, ma nagy megpróbáltatás vár rá. Uram, te látod, milyen kísértések között van, erősítsd meg őt, adj neki kegyelmet. Uram, ne engedd, hogy elbukjon. Uram, hadd tudja betölteni, atyám, hadd tudja betölteni az ő küldetését, őt érte is meghaltam, őt is megmentettem. Tudod, ő bennem hisz. Közben jár értünk. Azt mondja a zsidók 4.14. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk a hitünk megvallásához. Nagy főpapunk van, ő Jézus. 1 János 2.1. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Van pártfogunk az atyánál. Róma 8.33-34. Ki vádolná Isten választottait? Hát Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Annyira tetszik az a szó, esedezik értem. Atyám, segíts neki. Adj kegyelmet neki, tartsd meg őt, hogy célba érjen. Biztat ez téged? Képzeld el, ha elbírod. Ott van az a dicsőséges személy, akinek az erejét nem tudnánk elviselni, akit az angyalok tömegei mind imádnak. És odaáll az atyához, odahajol a füléhez, ha van neki. És azt mondja, segíts a Tamásnak, segíts a Pistinek, segíts a Bóninak, segíts az Édriennek, atyám! Azt is mondja a Biblia, a 10. tény, hogy ő a visszatérő vőlegény. Mert megígérte, hogy vissza fog jönni. Azokért, akik az övéi. Ha átadod az életedet Jézusnak, és benne hiszel, és őt követed, akkor vissza fog jönni érted, mint a vőlegény a mennyasszonyáért. Hogy ott legyél, ahol ő van. Azt mondta Jézus a János 14.1.3-ban, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Milyen bátorító. Azt mondja, fiúk, a mennyben rengeteg hely van. És hogy most elmegyek. Ti oda most még nem tudtok jönni, de én elmegyek. És megcsinálom nektek a helyet. És amikor kész a hely, akkor visszajövök értetek. És ezt az egész egyháznak mondta. És magam mellé veszlek benneteket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és lássátok az én dicsőségemet. Ez a te elhívásod. Erre kaptál meghívást az Istentől. És el fog jönni az a pillanat, amikor visszatér a vőlegény. Ezt hívja a Biblia elragadtatásnak. Csak a felhőkig fog jönni. A világ még nem fogja látni őt. De azok, akik az övéi egy pillanat alatt átváltoznak, új testet kapnak, akik már meghaltak, azok pedig feltámadnak. És ez a szent társaság együtt elragadtatik egy szempillantás alatt a levegőbe, és bevonul az atyaházába, és ott lesz egy nagy királyi mennyegző. Egy nagy lakodalom, amikor örökre egybe kell a vőlegény, a fiú, és az ő mennyasszonya, azoknak az embereknek a közössége, akik hittek benne, és őt választották. Dicsőség neki. 11. tény. Ő az eljövendő uralkodó. Mert azt is kijelentette Isten, hogy egy napon vissza fog térni ebbe a világba, a fiú. Már nem úgy, mint szolga. Már nem úgy, mint kis gyermek. Hanem úgy, mint rettenetes király. Az igazság királya, a dicsőség királya, és Isten hatalmával fog alászállni, és a bűnösöket megbünteti.
És azt írja a Biblia, hogy ezen a földön, amit megújít Isten, helyreállítja a teremtés eredeti rendjét, 1000 éven keresztül fog uralkodni Jézus az ő szentjeivel. Egy globális politikai rendszernek a fejeként, amiről azt mondja a Biblia, hogy olyan tökéletes időszak lesz, amilyen nem volt az Éden óta. Ez lesz a föld sabbatja, nyugalom napja, amikor Isten dicsőségével és ismeretével tele lesz a föld. Sajnos ez nem az utolsó epizód. Utána el fog oldoztatni a sátán, fel fogja lázítani az embereket ismét, és Isten ellen fordítja. Halleluja! Erről a szólnak a következő igék, Ézsaiás 9:5-6. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és úgy fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Az angyal ugyanezt mondta Máriának. Ezt az igét idézte, amikor jelezte a születendő fiú érkezését. Máté 25:31-ben azt mondja Jézus, amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Azt is írja a Biblia Máté 19-ben. Egy párbeszéd szintén Jézus és a tanítványai között a 27. verstől. Megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Hagytál el bármit Jézusért? Vagy készülsz éppen elhagyni valamit Jézusért? Mi lesz a te jutalmad? Mivel biztat téged az Úr? Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Szóval Jézus az eljövendő uralkodó, és a 12. tény, hogy ő a végső bíró. Ő lesz az, aki előtt meg kell állni, meg kell jelenni minden embernek igazságszolgáltatásra. Hogy számot adjunk mindenről, amit ebben a testben cselekedtünk. Akár jót, akár gonoszt. János 5:21-23-ban azt mondta Jézus. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Tehát a fiú fog az ítélőszékben ülni, amikor előtte megjelenünk. János 5:26-29-ben ez áll. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Miért Jézus fog ítélni? Mert ő az emberfia, ő lett emberré. Ő tudja, mit jelent embernek lenni. Ezért igazságosan fog majd ítélni. Abcsel 10:42. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, mondja Péter Kornélius házában, és tegyünk bizonyságot arról, hogy a názáreti Jézus Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. 17:30-31. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Isten Jézus által fog majd ítélni. És a 2 Korintus 5:10, amely azt írja, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemelt, az szerint, amit e testben cselekedett, akár jött, akár gonoszt. Szóval, kedves hallgatóim, barátaim, itt vagy az interneten keresztül. Jézust többféleképpen meg lehet ismerni.
Meg lehet ismerni csak hallomásból, impulzusokból felszínesen, de az nem valódi ismeret. Nem változtatja meg az életünket, mert nem a valóságos Jézussal hoz bennünket kapcsolatba. De meg lehet ismerni a valódi Jézust is. Hogyan? A kinyilatkoztatásból, a Szent Szellem által. Ha szeretnéd megismerni a valódi Jézust, akkor fordulj a kinyilatkoztatás felé, és tudd, hogy ő ez. Mi volt az a 12 tény, amit Jézussal kapcsolatban elmondtam? Az első, hogy ő történelmi személy. A második, hogy ő a testre töltött Isten. A harmadik, hogy ő a tökéletes ember. A negyedik, hogy ő az előre megígért messiás. Az ötödik, hogy ő a világ megölt és feltámadt megváltója. A hatodik, hogy ő most is élő személy. A hetedik, hogy ő a mennyben székelő király. A nyolcadik, hogy ő mindenek ura. A kilencedik, hogy ő közben járó főpap. A tizedik, hogy ő a visszatérő vőlegény. A tizenegyedik, hogy ő az eljövendő uralkodó. És a tizenkettedik, hogy ő a végső bíró. Milyen Jézusod van? Egy virtuális, egy illúzió, vagy pedig a valódi? Hát ti kinek mondotok engem? Kérdezte Jézus. Ismered-e a valódi Jézust? Akarsz-e vele kapcsolatba kerülni? Ő hív téged. Szeretne mindez lenni a te számodra is. Szükséged van rá. Nélküle nem léteznél. Nélküle nem tudsz megmenekülni. Nélküle nem tudsz élni. Ismerd meg Jézust. Higgy Jézusban. Lépj kapcsolatba Jézussal, és élj közösségben Jézussal. Gyertek, imádkozunk.